Sziasztok, ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok, ma pedig a divatiparral és a ruhagyártással, illetve a fast nevezett jelenséggel foglalkozunk majd, ugyanis ezek szerepe nagyon is fontos, hogyha a fenntarthatósági oldalról vizsgáljuk a kérdést, de hogy ez a probléma hogyan épül fel és mit tudunk ellene tenni, arról Dobos emesével, a Hunren KRTK Világgazdasági Kutatóintézet munkatársával beszélgetünk. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban. Szia, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. És hát szerintem akkor vágjunk is bele a közepébe. Melyek a legjelentősebb problémák, amik a textiliparhoz kötődnek fenntarthatósági szempontból? Nagyon sok fenntarthatósági probléma kötődik a textiliparhoz. Ha a textilipart így szűken értelmezzük, és mondjuk a textileknek a gyártását értjük így alatta, akkor is mondjuk van egy vízhasználat rengeteg vegyi anyagot használnak például a ruházati termékek készítése során, vagy akár a szálgyártás során. Ez nagyjából több mint tízezer különböző vegyi anyag, és ami aggasztó szerintem, hogy nagyon sokról nem is tudjuk, hogy ha érintkezik a szervezetünk azzal a ruhadarabbal, akkor ugye izzadunk, melegünk van, ugye különböző kémiai hatások érik ugye a szálakat. Hogyha ezek a szervezetünkbe kerülnek, akkor így hosszú távon milyen hatást fejtenek ki. Tehát ugye mondtam a vízhasználatot. Nyilván van egy, egy földhasználat is, a a mezőgazdaságnál jelenik meg, és nem is feltétlenül mondhatjuk azt, hogy ez minden esetben káros, mert most már nagyon fenntartatóan is tudnak egyébként mindenféle újszerű mezőgazdasági módszerrel termeszteni. És nyilván, hogyha még a környezeti oldalt nézzük, akkor a, a használt ruháknak a, a, hulladékhegyként való lerakásának is van egy, egy jelentős környezeti és társadalmi hatása. Mikor előzetesen gondolkoztam, akkor úgy gondoltam, hogy kétfelé oszthatjuk a problémát. Az egyik a ruha előállításához kötődő probléma, a másik pedig az, hogy mi lesz majd a ruhákkal az azután, hogy már nem hordjuk őket, vagy azután, hogy lehet, hogy meg se vásárolja senki. És akkor itt érek rá, mert hogy erről később fogunk még beszélni, de itt érnék rá a fast fashion kérdésére, ami ugye most már egy ilyen meghatározó fogalommal vált így a divatiparban. De hát mit is jelent ez pontosan, és milyen problémákkal kell szembenéznünk általa? Ez nagyon érdekes egyébként, mert maga a fast fashion, hogyha azt nézzük, az egy üzleti modell, egy, egy gyártási gyakorlat, amit egyébként a cégek már a, a 20. század második felében már így elkezdtek művelni, mert igazából ez teszi lehetővé, hogy elően gyorsan tudjanak reagálni a piaci igényekre, hogy ne termeljenek annyit feleslegesen eladatlanul raktárra. Tehát, hogy egyfelől ez egy gyártásszervezési mód, ez egy, ez egy ellátási lánc felépítési módszer. Viszont az elmúlt években, vagy inkább azt mondanám, hogy az elmúlt egy évtizedben abszolút ilyen pejoratív konnotáció kötődik ehhez a szóhoz, és gyakorlatilag egyenlőségjelet húznak a, a divatipar káros, fenntartatlan mi volta, és a fast fashion üzleti gyakorlata közé. Ugye, ha egyszerűen kellene finiálni, akkor nagyon gyorsan olcsón tömeggyártott, módszerekkel előállított ruházati termékekre gondolunk. Ugye itt van egy, egy szellemi tulajdonvédelmi vetülete is a kérdésnek, mert nagyon sok olyan fast fashion szereplő, akik, akiket azt gondolom, hogy, hogy mindenki ismer, és a, a mikkel a plázákban, bevesárló központokban, utcákban is találkozunk. Hogy ők nagyon sokszor egyébként nem fektetnek kifejezetten akkora energiát a dizájnra, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy ők nagyon eredeti termékeket dobnak piacra, hanem a kisebb független tervezőknek a Munkáit másolják le, vagy éppen azt, amit a, a legnagyobb divatházak kifutóin látnak. És ugye nyilván emiatt a hatékony gyártási módszer miatt ezt nagyon sokszor sokkal gyorsabban is a piacra tudják dobni, mint ahogy egyáltalán a hagyományos divatmárka az üzletekbe tudná küldeni ezt a terméket. És ugye azt mondtad, hogy valahol az a modellnek a lényege, hogy kellően gyorsan reagáljanak a megjelenő piaci igényekre. De vajon ezek a piaci igények önmagukban jelennek meg, vagy sokkal inkább ezek a fast fashion cégek keltik ezeket az igényeket? Úr, uh, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ebben szerintem órákat tudnék erről beszélni. Ugye nyilván, hogyha tökéletesen kiszolgálnák az igényeket, akkor nem keletkezne igazából nem adott termék. Mindig van egy ilyen felülbecslés ebben, mert ő, nyilván, a, ha megnézzük egy divatterméknek az életciklusát, akkor ez ugye úgy néz ki, hogy ugye bevezetik, akkor hirtelen ugye megnő a népszerűsége, utána pedig rohamosan csökken. És ugye nyilván, hogyha nem tudják ezt a felfelé ívelő, exponenciálisan növekvő keresleti igényt meglovagolni a cégek, akkor akkor egy csomót buknak. És nagyon sokan inkább ő, túlgyártanak, tehát hogy úgymond raktárra is termelnek, hogy még mindig egyszerűbb utána az el nem adott termékekkel operálni, mint, mint utána fogni a fejünket, hogy ó, ezt a trendet meg kellett volna lovagolni. És azt hogy látod, hogy abból, hogy ilyen gyorsan jönnek ezek a trendek, jönnek és mennek, amit már egyébként a fogyasztó megvásárolt, az hogyan befolyásolja azt, hogy mennyire sokszor viseli azt a ruhát aztán? Tehát, hogy nem túl gyors -e az elavulása a ruhának, vagy magának a divat ha azt lehet így fogalmazni, nyilván de lehet, hogy nem ez volt a legjobb szó, de hogy azt hiszem, hogy érted, hogy mit szeretnék kérdezni. Abszolút értem, hogy, hogy mit szeretnél kérdezni, és ez is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert nagyon sok esetben az emberek már hamarabb ráunnak egy ruhára, mint ahogy a minőség romlása azt indokolt tenni, hogy már nem hordjuk. És most már nem is annyira a kreativitás, meg igazából a design, meg a klasszikus értelemben vett jelzések azok, amik, amik diktálják a divatot, hanem hanem most már nagyon sok innovatív cég, többek között ugye az ultra fast fashion szereplők is, abszolút algoritmusok, meg, meg mesterséges intelligencia alapján monitorozzák tényleg az online térben, hogy mik azok a, azok a picike trendek, amikre úgy tűnik, hogy most így így van egy kis zsizsgés, van egy kis érdeklődés, és akkor ugye erre reflektálnak nagyon-nagyon gyorsan, hogy akár már egy-egy nap alatt ö, le tudják gyártani azt a terméket, és az is nagyon érdekes, hogy vannak olyan trendek, Amiknek gyakorlatilag egy napon belül, vagy egy héten belül is nagyon sok százalékkal változik az, hogy éppen mennyire van rá kereslet. És nagyon érdekes egyébként a klasszikus értelemben vett rendelőrejelzések kapcsán is az, hogy ezekre mennyire lehet számítani. Ezek úgy működnek egyébként, hogy vannak meghatározó ilyen trendelőre jelző ügynökségek, és ott mindenféle hátéra rendelkező emberek kutatják azt, hogy milyen trendek lesznek valószínűleg divatosak. Ugye monitorozzák azt, hogy milyen innovációk vannak más iparágakban, akár mondjuk az űriparban, vagy, vagy a sport, sportruházatok terén, hogy mik azok a kulturális hatások, amik, ami rövid és hosszú távon és hogyan hatnak arra, hogy, hogy éppen milyen ruhadarabokat részesítünk előnyben. És ugye már az ilyen klasszikus Klasszikus értelemben vett rendek kapcsán is úgymond megosztott így a, a szakértőknek a véleménye erről, hogy ezekre mennyire lehet alapozni, mert az egyébként a, a mondás, hogy ezekre nem lehet tökéletesen alapozni, mert van egy olyan, Kiszámíthatatlan káoszfaktor abban, hogy az emberek most éppen mit és hogyan és miért kapnak fel, meg miért tartanak divatosnak, meg miért keresnek, amit egyszerűen nem lehet előre jelezni, és. Ugye monitorozhatjuk akármilyen algoritmussal, vagy akármilyen mesterséges intelligencia megoldással azt, hogy éppen minek egy napszakon belül, vagy egy héten belül hogyan változik a népszerűsége. Az, hogy ezt mondjuk a gyártás hogyan tudja lekövetni, hogy a kereskedelem után hogyan tudja lekövetni, és hogy ennek igazából milyen környezeti-társadalmi aspektusa van, az az ugye már egy nagyon-nagyon más kérdés. Megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy akár napokon vagy heteken belül reagálnak ezekre az igényekre, vagy ezekre az új trendekre, és elkezdik legyártani azokat a ruhákat, vagy ruhadarabokat, amelyek ugye ennek megfelelőek. És nemrég beszélgettem valakivel, és valahogy szóba kerültek a ruhák és mes mesélte, hogy hát annó, még akár az ő nagyszülei idejében, ez úgy nézett ki, hogy a lemvászomból, ugye elvetették a lent, elkészítették belőle az anyagot, megcsinálták belőle a ruhát, akkor az, elősző, az első egy-két évben az volt az ünneplős, a jártak a templomba. Amikor már egy kicsit kopott volt, akkor lett belőle a munkásruha. Amikor még tovább mentünk, akkor akár rongy lett belőle, vagy valamire használták. Tehát nagyon hosszú volt az életciklusa egy-egy ruhának. Ennek megfelelően nagyon jó minősége is volt. De vajon ezek a hipergyorsan előállított, nagyon gyorsan megtervezett ruhák, mennyire minőségi darabok, illetve a fast fashionnek van-e köze a ruhák minőségéhez, vagy egyébként ezek tök jó ruhadarabok, csak egyszerűen, tehát hogy a minőségét nem befolyásolja az a gyorsaság, ahogy ezeket előállítják. Mindenképpen van összefüggés a, 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 gyorsaság és a minőség romlás között, viszont nem mondhatjuk ki azt, hogy általánosan minden fast fashion vagy ultra fast fashion márkának a terméke tök rossz minőségű. Tehát ez nagyon fontos, hogy sokkal hamarabb szabadulnak meg tőle az emberek, és az is nagyon fontos, hogy alapvetően a magasabb piaci kategóriához tartozó márkáknál és volt egy nagyon-nagyon jelentős minőségromlás. Tehát, hogy luxus luxusmárkák is használnak poliésztert, jó, nyilván poliészterből is rengeteg van, de hogy ez egy általános tendencia, ami igazából az összes piaci kategóriát érinti. Nekem is van például olyan fast fashion felsőm, amit szerintem legalább nyolc éve hordok, és, és rendszeresen hordok, és nyilván van olyan is, ami, ami mondjuk hamarabb tönkre megy. Tehát, hogy nem jelenthetjük ki azt ennyire egyszerűen, hogy mondjuk a fast fashion az ilyen borzasztó minőségű, nyilván nem olyan minőségű, mint, mint, mondjuk egy olyan termék, amit 50-60 évvel ezelőtt mondjuk természetes anyagokból sokkal inkább kézimunkára alapozva legyártottak, de itt ugye nagyon fontos a, az is, hogy hogy mi felhasználóként, fogyasztóként hogyan viszonyulunk a, a ruháinkhoz. Hát akkor most bepillantást nyerhetünk a Fast Fashion üzleti modelljébe, viszont itt van még egy nagyon fontos téma, amiről azt hiszem, hogy beszélnünk kell ezek kapcsán. Nemrégen nyitott Budapesten a világ egyik legnagyobb Fast Fashion márkája. Óriási tumultus volt az üzletben, talán erről mindenki láthatta a képeket, és ennek nyilván az egyik oka az, hogy nagyon olcsón árulja ez az üzlet a, a, a nagyon divatos ruháit. De hogyan tudnak ennyire olcsók lenni ezek a ruhák? nincs olyan, hogy valami olcsó. Tehát, hogy valaki valahol biztos, hogy megfizeti annak az árát. Ez szerintem nagyon fontos, hogy, hogy tudatosuljon az emberekben. Az egyébként a, az ökölszabály, hogy egy, egy ruhánál a legnagyobb költséget az, azt az alapanyag teszi ki. Ugye nyilván ezen tudnak spórolni a, a, cégek, tehát hogy az, hogy olcsóbb, szintetikus alapanyagot használnak, az, az abszolút egy általános tendencia. Nyilván a, a munkabér is egy olyan kérdés, egy olyan aspektus ugye az árazásnak, amin tudnak spórolni a cégek, és Ugye még nagyjából a 90-es években volt az, hogy abszolút dominánsá vált, hogy a ruházati merkek kiszervezték a gyártást ugye Dél-Kelet-Ázsiába, és ez úgymond kapóra is jött nagyon sok Dél-Kelet-Ázsiai országnak, mert mondjuk többen például Kambodzsa is akkor, akkor nyerte el a függetlenségét, és akkor így ők könnyen, gyorsan, relatív egyszerűen be tudtak kapcsolódni ugye nemzetközi kereskedelembe, ugye nemzetközi munkamegosztásba, hogy akár mondjuk kínai befektetők gyorsan felhúztak több ezer embert foglalkoztató gyárakat, és akkor egyből egy csomó embernek is volt munkája. Tehát ez ugye egyfelől nagyon fontos, hogy akkor úgymond ez az exportorientált iparosítás, ez egy ilyen valós munka viszony tudott ugye nyújtani nagyon-nagyon sok embernek. Viszont a fast fashion és az ultra fast fashionnek is a gyorsaság abszolút az alapillére. És most már eljöttek ugye arra a cégek, hogy nem feltétlenül tudják úgy a piaci igényeket jól kiszolgálni, hogyha nagyon-nagyon sokat kell mondjuk várni egy termékre, mire ugye Ázsiából elér például európai országokat, és korábban ez úgy volt, hogy a légiszállítást azt inkább hanyagolták, mert az sokkal-sokkal drágább, mint hogyha mondjuk az óceánon keresztül, ugye nagy kontinerekben jönnének a ruhák, de ha mondjuk nedvesek lesznek azok a ruhák, és már akkor vasalni kell őket például, betohosodnak, penészesek lesznek, az ugye mehet a kukába. Tehát, hogy most már a gyorsaság miatt, hogy meglovagolják az igényeket, nagyon sok cégnek sokkal inkább megéri azt, hogy akkor repülőn gyorsan szállítsák, és ami szintén nagyon fontos, hogy... Nem feltétlenül mondhatjuk ki azt, hogy rossz munkakörülmények csak mondjuk dél-kelet-ázsiai országokban vannak, vagy az ázsiai országokban, hanem pont van több olyan ö, alapvetően az Egyesült Királyságból induló fast márka, akiknél ugye most már rávilágított arra ö, több, akár ilyen nem kormányzati szervezet is, hogy az Egyesült Királyság határain belül is vannak abszolút, ö, abszolút rossz munkakörülmények, amik, amik kimerítik tényleg így a kizsákmányolásnak a, a fogalmát. Ezt ö, Nyilván azért fontos akár mondjuk az alapanyagról, a különböző kellékekről. A cipzár például egy nagyon-nagyon egyszerű példa erre, a fémcipzár sokkal tartósabb, sokkal drágább. Ezért Nézzük meg, hogy hány ruházati termékünkben van még fém cipzár. Szerintem legtöbben műanyag cipzárral fognak találkozni, mert nyilván a vámok, meg különböző administratív költségek, azok olyanok, amiken nem tudnak a cégek spórolni. Azok fixek, tehát minden egyeben próbálnak ugye spórolni. Tehát így tud igazából olcsó lenni egy termék, hogy, hogy minden máson spórol a gyártó. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy azért tudnak olcsók lenni ezek a ruhadarabok, mert valaki más megfizeti ennek az árát, és ezt érthetjük úgy, hogy például azzal, hogy olyan munkakörülmények között dolgoztatnak embereket, vagy dolgoznak emberek, amelyek hát nem feltétlenül emberhez méltók, vagy nem feltétlenül azokhoz a sztenderdekhez hasonlítatok, ami például Magyarországon megszokott. Ez így van egyébként, hogy, hogy valaki megfizeti az árát, de itt is nagyon fontos az, hogy ne feltétlenül húzunk ugye egyenlőségjelet, mert vannak olyan gyártók, ahol mondjuk nagyon sokan dolgoznak, de elkötelezettek ez iránt, hogy, hogy megfelelő munkakörülményeket tartsanak, és Szinte minden olyan országban, ahol ruházati gyártás van, vannak olyan nem feltétlenül legális keretek között működő gyártók, ahova nagyon sok esetben csúcsidőben, amikor rengeteg megrendelése van mondjuk egy gyártónak, kénytelen kiszervezni a munkát, hogy időben teljesíteni tudják. Tehát, hogy teljesen más munkakörülményekkel szembesül valaki, hogyha mondjuk az ilyen első szintű közvetlen beszállítóját nézi meg egy ruházati márkának, és azt, aki, ahova mondjuk kénytelen az iparági nyomás a szintet teljesíthetetlen rövid határidő miatt kiszervezni. A, a megrendelések legyártásának egy részét. A mezőgazdasági termékek esetében ugye ismert a fair trade minősítés. amit, hogyha olyan, ilyen terméket választunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy egyébként ott a beszállítói lánc, tehát, hogy a, a farmertől elkezdve a kereskedőn keresztül mindenki egyébként egy fair díjat kapott a munkájáért, tehát senki nincsen kizsákmányolva. Ilyen van -e egyébként a ruhaiparban, tehát, hogy tudunk-e keresni olyan mutatókat vagy logókat, tanúsítványokat, amelyek áll Biztosak lehetünk abban, hogy ez ezt a ruhát úgy készítették, hogy az senkinek jó esetben talán még a környezetnek sem ártott. Elég nagy az űrzavar ezen a téren a divatiparon belül, mert ha jól emlékszem, több mint száz olyan minősítés és tanúsítás van, ami a, a fenntarthatóságnak valamilyen aspektusára vonatkozva ruházati termékeket tud minősíteni. Nyilván vannak olyanok, amik itthon abszolút nem elterjedtek, meg nem feltétlenül fogunk ezzel találkozni. Én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, hogy alapvetően egy átlagember mennyire ismeri ezeket, mert nagyon sokan egyébként a címkét is egyből kivágják egy ruházati termékből, tehát hogy lehet, hogy észre se veszi, de kivág mondjuk egy olyan tanúsító címkét, ami ami valamiről ö, árulkodna, akár a munkakörülményeket, akár a, a különböző használt vegyanyagokat illetően. Itt különböző álláspontok vannak egyébként a, az ilyen minősítések, tanúsítások körében. Elég sok Ilyen rendszert ért elég komoly kritika az elmúlt időszakban. Tehát például akár úgy is, hogy mondjuk fenntartatóban működött a gyapottermelés, kevesebb volt a vízfogyasztás, figyeltek arra, hogy mondjuk ne használjanak olyan rovarirtószereket, amiknek mondjuk így ismerjük bizonyos káros hatásait, de mondjuk kényszermunka révén kerültek ugye az ellátási láncban, mert azt nem vizsgálta igazából ez a rendszer, vagy éppen lehet fenntartatóan gyapotot termeszteni, hogyha mondjuk emiatt esőerdőket vágnak ki. Szóval, hogy nagyon-nagyon sokrétű ez a kérdés, és nyilván aki nagyon-nagyon aki zöld, aki az úgynevezett ilyen sötét-zöld tábor erősíti, ők pedig azt tartják, hogy a legtöbb ilyen minősítés és tanúsítás igazából a zöldremosás eszköze tud lenni, és még az a, a, az elterjedtebb ilyen minősítő, tanúsító rendszerek is, amik mondjuk ki jó hírnek is örvendenek, ők sem jelentenek garanciát mindenre. Tehát én, én nem feltétlenül tanácsolnám azt, hogy hogy mindenféleképpen okvetlenül csak ilyen, ilyen termékeket vásároljon az ember, vagy okvetlenül csak ezeket keresse, mert az akkor fenntartatóbb, mert nem terjednek ki ezek a rendszerek mindenre. Ahogy említettem ugye a, a vegyi anyagokat is, hogy több mint tízzer vegyi anyagot használnak fel alapvetően a textilipari szállosanyagok gyártása során, a töredékéről tudjuk, hogy egyáltalán milyen hatással van az emberi szervezetre. És akkor ezeknek a, a töredékét vizsgálják mondjuk ezek a, ezek a laboratóriumok. És nyilván, hogyha olyan eset is van, hogy egy évben mondjuk a ruházati márkának néhány terméket kell ahhoz elküldeni egy, egy ilyen vizsgáló laboratóriumba, hogy ezt megnézzék, és akkor az összes többivel mi van? Tehát, hogy egy csomó ilyen kiskapu van, egy csomó olyan lehetőség van, amivel úgymond vissza tudnak élni a, a ruházati cégek, és sajnos elég sok ilyen, ilyen visszaélést is láttunk már. Hát az biztos, hogy nagyon összetett a kérdés, viszont még egy dolog jutott eszembe, amit az olcsóság kapcsán egy fontos kérdés, illetve valószínűleg az egész iparágnak a fenntarthatósága, illetve az etikussága az kapcsán egy nagyon fontos tényező lehet, hogy valószínűleg mi lenne a reális ára ezeknek a termékeknek? Tehát például egy farmert, amit most bemegyek bármelyik üzletbe, és tízezer forint körül találok egy ilyen átlagos farmert, egy átlagos fast fashion márkánál, mi lenne mondjuk a reális ára egy ilyen ruhadarabnak? A reális ára szerintem egy, egy arany középút, mert nyilván nem a, nem a designer és a luxus kategória, ahol ugye nagyon nagy részét képezi az árnak maga a, a branding magához, a márkához csatolt státusz. Tehát, hogy nyilván az egy, egy lux valamilyen szinten, tehát az, az, túl sok, az viszont, amit nagyon sok fast fashion márka, vagy ultra fast fashion szereplőkér, az még ugye irreálisan alacsony. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy valami az arany, arany középúton lenne jó, ami így elfogadható lenne. Azért például az irodalmi emlékeinkből, vagy akár a nagyszüleink tapasztalatából azt tudni, hogy régen azért nem volt több garnitúra ruhája valakinek, hanem volt, hogy mondjuk egy cipőben járt télen-nyáron, mert nem volt más, vagy egy kabátot hordott évekig, és egy nem arról volt szó, hogy naponta vett magának ruhát. Hogy hogyan alakult ez, illetve az, akkor talán reálisabb árat fizettek érte az emberek? Igen, nagy, nagy valószínűséggel korábban egy, egy, reálisabb árat fizettünk a ruházati termékekért, amikor még ugye nem volt a márkázás ennyire az előtérben, és, és nem ez dominálta le gyakorlatilag a divati part. Ugye az is egy nagyon fontos tendenciában, hogy hogy régen mondjuk jövedelem arányosan sokkal drágábbnak számítottak a ruhák, ezért ugye sokkal kevesebb ruhája volt valakinek. Most pedig inkább már arról van szó, hogy a fizetésünknek jóval kevesebb százalékát költjük mondjuk ruházati termékekre, de sokkal, sokkal több ruhánk van, hogyha ezt egy ilyen egyszerű, ilyen tendenciával próbálunk így megragadni a változást, ami, ami vég végbe ment az elmúlt mondjuk nyugodt évben. Ehhez még szerintem az is nagyon szorosan kapcsolódik, hogyha kevesebb van valamiből, akkor azokra jobban vigyázunk. És ugye itt, itt van egy nagyon fontos eltolódás, ugye abban is, hogyha mondjuk volt egy nagyon-nagyon szép kabátunk, vagy egy szép jó minőségű cipünk, akkor ha annak valami baja lett, és mondjuk elvittük cipészhez, vagy, vagy javítani, akkor nyilván annyira töredéke volt a javításnak a költsége a, a ruházati termék árához képest, hogy megérte megjavítani. Most viszont nagyon sokszor azt látjuk, hogy mondjuk egy kabátban már így nem érdemes lényegében cipzert cserélni, hogyha az hamar tönkre megy, mert annyi pénzből lényegében nagyon sokan tudnak venni egy vagy akár két másik kabátot is. Azt gondolom, hogy akkor az adás első felében választ kaphatunk arra, hogy milyen problémákat tartogat a divatipar, illetve a fast fashion. És még a legelején megállapítottuk, hogy ugye itt a problémakört az két csoportra bonthatjuk. Az egyik az az, hogy mi történik, mielőtt egyáltalán hozzájutunk a ruhákhoz, mielőtt megvásároljuk őket. Most pedig egy picit beszéljünk arról, hogy mi lesz a ruhák sorsa azután, hogy vagy megvásároljuk, vagy egyébként el sem jut a fogyasztókig az a ruha. Tehát hová kerülnek alapvetően azok a ruhák, amiket már nem hordunk, vagy meg sem vásárolunk. Haltunk. Legnagyobb arányban egyébként hulladéklerakókba kerülnek, vagy arra is nagyon sok példa volt már, amik azért eléggé bejárták a sajtót, hogy nemes egyszerűséggel elégetik ezeket a termékeket a, azok a ruházati cégek, akik, akik megrendelték. Tehát hogy itt nagyon fontos, hogy, hogy jelentkezik egy nagyon jelentős környezeti kár, és nagyon sokan azt gondolom, hogy nem tudják, hogyha online rendelnek több ruhát, mert nyilván egy márkán belül is különböző modelleknél, különböző termékeknél már eltérhet a méretezés, ezért nagyon sokan, amikor mondjuk online ruhát vásárolnak, akkor akár két-három, de van, aki négy különböző méretet is rendel, mert úgy van vele, hogy ingyenes a visszaküldés, otthon felpróbálja, és azt tartja meg, amelyik, amelyik ugye tökéletesen áll, vagy amelyik a legjobban áll neki. Szóval azt nem tudják nagyon sokan, hogy ezeket termékek utána már nem kerülnek vissza a forgalomba, és a cégnek jelentős erőforrásokat kell arra Fordítania, hogy ezzel egyáltalán valamit kezdjen, mert akkor mondjuk ki kellene tisztítani a ruhát, akkor ki tudja, hogy éppen melyik logisztikai központba hogyan hova érkezik, akkor hova kellene átszállítani, hogy újból akkor mondjuk visszacímkézve, kitisztítva, újból forgalomba tudják helyezni a terméket. Tehát összességében az a legegyszerűbb a cégeknek és a legköltséghatékonyabb, hogy megszabadulnak tőlük. Tehát ezért van az, hogy, hogy teljesen új, még az eredeti árát tartalmazó címkékkel rendelkező termékek is mondjuk kikötnek hulladéklerakókban, szemét ö, égetőkben, meg, ö, meg ugye a használt ruhapiacon is. Tehát akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy azok a ruhák, amiket online megrendelünk, otthon felpróbáljuk, és akkor mondjuk a három közül egy darab lesz jó, a maradékot visszaküldjük, és ezek nem kerülnek vissza a polcokra, ezt nem vásárolja meg senki, hanem ezek lényegében hulladékká válnak. Ez pontosan így van, ahogy mondod. Nagyon sok olyan ruházati márkánál, akiknél ugye Értelemszerűen van online vásárlása lehetőség. Nagyon sok ilyen jelentést olvastam, és ezeket a visszaküldött termékeknek az arányát ilyen 40-50-60-70 százalék közé teszik, ami óriási. És uh, nyilván ez a cégnek hatalmas nagy költséggel jár, és ezért ez a gyakorlat, hogy egyfelől megszabadulnak ezektől a termékektől, tehát hogy nem fognak azzal bajlódni, hogy, hogy akkor ugye visszahelyezzék a forgalomba. Valamint most már egyre több és fast fashion szereplők is bevezették azt, hogy igenis nem ingyenes a visszaküldés, gondolják át jobban az emberek, hogy, hogy most akkor akár melyik méretre is van szükségük. Egyébként azt gondolom, hogy azért a leges legtöbb márka igyekszik, a lehető legtöbb segítséget nyújtani ebben, hogy, hogy az ember nagyjából be tudja lőni, hogy most akkor abból nekem egy s es kell, vagy egy MS kell, mindenféle mérettáblázattal, hogy hol mérjük le magunkat, tehát hogy azért ezt, ezt, nagyon sokan próbálják a lehető legjobban segíteni, hogy egy méret mellett tudják a vásárok letenni a voksukat, és csak azt az egyet rendeljék meg. Azért érdekes, amit mondasz, mert hogy azért most már a legtöbb ilyen üzletben találkozni a fenntarthatósággal, tehát hogy azt kommunikálják, hogy nekik mennyire fontos a fenntarthatóság, ehhez képest akkor ez a valóság, hogy tulajdonképpen hulladéklerakóra vagy éppen elégetésre kerülnek ezek a ruhák, de hogy miért nem jön itt a képbe például az újrahasznosítás, ez nem lehet egy megoldás ezekre a problémákra? Azt szerintem nagyon fontos, hogy hogy tudják a, a hallgatók is, hogy amikor mondjuk egy cég hirdet egy ilyen akciót, vagy a, a fenntartatóság jegyében egy ilyen kezdeményezést, hogy vissza lehet vinni hozzájuk a, a már nem használt ruhákat, és akkor ők azt újrahasznosítják, akkor ez nagyon sok esetben azt jelenti, hogy így jó színben tűnnek fel, így zöldebbnek tűnnek, de mivel az újrahasznosítás az nem áll azon a szinten, hogy ruhadarabokból ruhadarabokat tudjanak újból csinálni, ezért nagyon sokszor az van, hogy hogy utána hulladéklerakókba és szemítégetőkbe kerülnek ezek a termékek, amiket visszaveszünk, adnak ők ezért mondjuk nekünk egy kupont, amivel Újbóli fogyasztásra ösztönöznek, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ó, hát akkor már nem hagyom veszni ezt a kupont, hanem levásárolom. Tehát, hogy itt is egy ilyen további fogyasztásnak a, a generálása folyik. És az újrahasznosításról meg nagyon fontos azt tudnunk, hogy három különböző formája van. Van az értéknövelő újrahasznosítás, amikor van mondjuk egy, egy, egy póló, és az egyik ujja például szakadt, vagy van rajta egy olyan folt, ami miatt már azt tényleg nem szívesen veszi fel senki, és akkor mondjuk annak csinálnak egy másik újat. Vagy, vagy van egy farmer, ami alapvetően így nagyjából még egészben van, csak mondjuk a comb középen vannak szakadások, de még egy csomó olyan farmer vászont ki lehet ebből nyerni, amiből lehet új termékeket csinálni, és mondjuk ebből csinálnak Táskákat, vagy akár új nadrágokat. Van maga az újrahasznosítás, amikor ugye egy ugyanolyan értékű dolgot csinálnak abból a dologból, tehát így gondolok arra, hogy mondjuk van egy kötött pulóver, azt lebontják, kitisztítják, és akkor utána ugyanabból a fonalból kötnek egy másikat. És van az értékcsökkentő újrahasznosítás, ami a leges, legelterjedtebb jelenleg a divatiparban, amikor fogják a ruhákat, és lényegében ledarálják, és mondjuk géprongyot csinálnak belőle, vagy geotextíliákat csinálnak belőle. Itt ugye az újrahasznosításnál is, meg a használt ruháknál is az ugye, az ugye nagyon fontos, hogy, hogy ugye meghatározó az, hogy milyen alapanyagból van, milyen kellékek vannak. Tehát, hogy ha csak mondjuk azt a, azt a pólót veszem, ami rajtam van, ez is ugye több alkatrészből áll, van mondjuk egy kis hímzés rajta, és lehet, hogy mondjuk az a cérna, amivel a hímzést készítették, az már tök más cérnából van, tök más alapanyag összetételű cérnából, mint amivel mondjuk összeállították a pólómat. És még ha tényleg csak egy egyszerű pólót is megnézzünk, akkor is mondjuk még kell számolni bevar címkékkel, és hogyha ezt újra hasznosítanánk, akkor gyakorlatilag atomjaira kellene szednünk ahhoz a, ahhoz a, pólót, hogy, hogy ebből bármit tudjunk csinálni, és hogy ennek is egy nagyon jelentős költsége van. Tehát, hogy itt ugye az, az nagyon fontos, hogy, hogy arra is szükség lenne Mind azonáltal, hogy, hogy most már tényleg döntéshozók, nem kormányzati szervezetek, a médiumok, tényleg mindenki azt hangoztatja, hogy fontos a fenntartató divat, hogy meglegyen az az ösztönzés is, ami esetleg olyan fenntartató technológiákat, meg megoldásokat, költséghatékonyabbá tesz, vagy, vagy, bármilyen, akár tényleg pénzügyi szempontból kedvezőbb helyzetbe hoz, mint a, a, nem fenntartható, vagy a környezetre károsabb jelenleg használt gyakorlat. Hát azt talán józan paraszt is be lehet látni, hogy amennyi ruhát hordunk, hogyha azokat újra akarnánk hasznosítani, akkor azt az ipari léptékben megtenni szinte lehetetlen, vagy én legalábbis azt gondolnám laikusként. Viszont amit említettél, az szerintem nagyon fontos, hogy ugye lényegében, amiről most itt beszéltünk, az a greenwashingnak a minősített esete, a zöldre ugye, amikor abban a színben próbálunk feltűnni, hogy mi fenntarthatóak vagyunk, de valójában ezzel inkább csak a saját uh, presztízsünket próbáljuk növelni, vagy ezzel is egyfajta marketing tevékenységet folytatunk, miközben egyébként nem teszünk valódi lépéseket azért, hogy, vagy nem akkora lépéseket, mint amilyeneknek beállítjuk a mi saját lépéseinket, hogy ugye fenntarthatóbbak vagy zöldebbek legyünk, de hogy uh, Említetted, hogy a szabályozás az egy fontos kérdés lehet, és hogy ebben a tekintetben hol állunk? vannak -e esetleg példák arra, hogy például a ruhagyártókat megpróbálják rászorítani arra, hogy vagy könnyebben újra hasznosítható darabokat gyártsanak, vagy ne termeljenek túl, vagy valamilyen módon egyébként próbálják akár a környezeti lábnyomukat valamiféle racionalizálással csökkenteni? Egyetelen nem kell messzire mennünk ebben a kérdésben, mert az EU-ban is rengeteg olyan tervezet és olyan direktíva van, ami, ami Pont a divatipar fenntartató áttételét célozta meg. Itt ugye egy nagyon-nagyon sokrétű dologról van szó, tehát hogy egyfelől van a zöldremosásnak a, zöldre a visszaszorítása, ami egy nagyon fontos pillér ennek. Ugye van egy, egy kellő gondosság is, és egy egy ehhez kapcsolódó direktíva is, ami meg azt mondja ki, hogy hogy a, a gyártók, a megrendelők igenis legyenek felelősebbek, és ők monitorozzák, hogy az ő ellátási láncukban milyen olyan környezeti károk, társadalmi károk keletkezhetnek, amit nekik ugye kezelniük kell. És ugye van még az EU-nak egy ilyen fenntartató és körforgásos textil stratégiája is, ami meg pont azt vetíti előre, amit, amit mondtál, hogy, hogy azt szeretné az EU, hogy az EU-s piacon majd sokkal strapabíróbb, ellenállóbb, jobb minőségű, javítható, újrahasznosítható darabok kerüljenek ugye a boltoknak a polcaira, vagy éppen az online üzleteknek a, a polcaira. És itt ugye nagyon fontos még az is, hogy, hogy nagyon sok olyan aspektus van, amire pedig a jelenlegi jelenlegi szabályozások nem feltétlenül térnek ki, vagy ami rengeteg olyan kérdést vet fel abban a tekintetben, hogy ha mondjuk azt a példát veszük, hogy egy ö, relatív nagy ruházati márkának van több száz, több ezer beszállítója a világ minden táján. Tényleg a, a legutolsó cérnától elkezdve a legutolsó varrodáig, ahol mondjuk a termékei készülnek, és még az se feltétlenül biztos, hogy ő ezeket pontosan ismeri. Mert nagyon elterjedt gyakorlat az is, hogy egy csomó köztes szereplőn, vagy éppen egy ilyen beszerzési ügynökségen keresztül tartják csak úgymond a kapcsolatot, például a kínai beszállítókkal. Tehát és átláthatatlan rendszerben ő, működik? Igen, a igen ezt, ezt tökéletesen jól mondott, hogy, hogy, hogy relatív átláthatatlan rendszerről van szó, amikor a, a divatipar ellátási láncairól beszélünk. És az is gyakorlat, amit már korábban említettem, hogy um, úgy is adódhat, hogy éppen a ruházati gyártó kiszervezi, nem feltétlenül legálisan, másoknak, olyan varodáknak, akik pedig mondjuk feketén dolgoztatnak. Um, munkásokat azért, hogy mondjuk tudjanak spórolnia a költségeken. Tehát, hogy még ha tökéletesen tudja és hogy éppen kik mondjuk azok a ruházati gyártók, akik dolgoznak egy márkának, még akkor sem feltétlenül tudja azt, hogy ténylegesen hol készülnek a termékek. És azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 év, mondjuk a 90-es évektől egyébként a sajtó is elég sokat foglalkozik ezzel, hogy, hogy alapvetően nagy márkáknak, akár a világ másik végén, ugye a, a kiterjedt globális ellátási rendszerükből adódóan milyen, visszaélések vannak, és hogy hol sérülnek mondjuk az emberi és a munkajogok. Gondolok itt arra, hogy a Nike volt például az első ilyen szereplő, aki, aki körül kirobbant egy ilyen botrány, hogy hogy gyerekmunka révén is készülnek termékei. Gondolok akár mondjuk a bangladesi irányaplázának a tragédiájára, és azt még rengeteg ilyen követte. Tehát, hogy relatív lehet tudni azt, hogy abszolút milyen károkkal járnak ezek az átláthatatlan globális ellátási rendszerek. És nagyon sokszor egyébként, amikor egy ruházati Márka mondjuk le is szerződik egy olyan partnerrel, mert erre már egy külön iparág épült gyakorlatilag, akik azt vállalják, hogy, hogy figyelj, mi akkor képviselünk benneteket, és akkor mi biztosítjuk azt, hogy a munkakörülmények rendben legyenek azoknál a gyártóknál, akikkel ti együtt működtök, vagy ahol mondjuk készülnek a termékek. Viszont az is nagyon fontos, hogy alapvetően ezek, a, ezek az entitások, ezek a cégek, ezek az ügynökségek, ők ugye a márkát védik és, és rengeteg ilyen jelentés is napvilágot látott már ilyen különböző nem kormányzati szervezetektől, hogy igenis ott is van mondjuk kényszermunka, vagy igenis ott is zaklatják például a, a, az ott dolgozó nőket ilyen, ilyen, gyártóknál, akik közben meg beleesnek ebbe a, az ellenőrzött kategóriába. Hát a szavaidból mindenképpen azt veszem ki, hogy komoly tennivalók vannak még ezen a területen. A divatipar fenntartatósági kihívásairól beszélgettünk eddig, és azt ígértem a szünet előtt, hogy most megnézzük, hogy egyébként fogyasztóként, magánemberként mit tehetünk azért, hogy egy picit fenntartatóbb, zöldebb irányba lökjük a divatipart, hogyha ezt lehet így mondani. Tehát mik azok a dolgok, amiket meg tudunk tenni fogyasztóként, mi az, amire oda kell figyelnünk? Fogyasztóként ugye nyilván mindenki azt sújkolja nekünk, hogy nagyon fontos, hogy tájékozottak legyünk, hogy felelős döntéseket hozzunk, hogy utána járjunk, mindennek, viszont ezt mondjuk ki szerintem egyáltalán nem reális, amikor az embernek 5 millió döntést kell egy, egy nap folyamán meghoznia. Tehát, hogy nem feltétlenül tud mindennek rendesen utánolvasni. Még én is kutatóként nagyon sokszor futok bele abba, hogy valamiről egyszerűen nem tudok információt szerezni, mert nem lehet, vagy egyszerűen üzleti titok. Tehát, hogy olyan soha nem lesz, hogy valaki tökéletesen átgondolt, felelős, tudatosan meghozott döntést hoz például, hogy milyen pólót vegyen, vagy milyen zoknit vegyen a gyerekeinek. Az is nagyon fontos, hogy vigyázzunk arra, amink van. Az is nagyon sokat számít egyébként egy-egy ruhánál, hogy, hogy nézzük meg a, a textilkreszt, ami egyébként a termékekbe bevart címkén jelöli azt, hogy hány fokon lehet például kimosni, hány fokon célszerű vasalni, lehet-e szállítógépbe rakni, hogyan lehet tisztítani, mert nagyon sok ilyen eset is van, hogy pont amiatt megy tönkre egy ruha, mert nem megfelelően kezeljük, és hogyha valami nagyon összemegy, az, az, az már nem menthető. Tehát ez is nagyon fontos, vagy hogyha ráununk például egy ruhára, de szeretjük, akkor fessük át, vagy, vagy dobjuk fel valamivel. Tehát, hogy nagyon sok ilyen kreatív ötlet van, ami, ami nagyon sokszor ki is szakítja az embert így a dolgos hétköznapokból, és az is nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan zöld influencer is van, aki, aki egy ilyen teljesen hamis meg irreális képet fest arról, hogy milyen is, amikor az ember fenntartatóan öltözködik, mert nyilván itt az is nagyon fontos, hogy ők valamilyen szinten ugyanolyan influencerek, mint a hagyományos influencerek, és az, hogy ők sorban reklámoznak mondjuk fenntartató márkákat, vagy ilyen különböző kezdeményezéseket, ahol egyébként újból vehetnénk termékeket, csak mondjuk használtakat. Itt az is nagyon fontos, hogy ők is újbóli fogyasztásra ösztönöznek. Tehát, hogy az lenne az igazán fenntartató, hogyha mondjuk azt mutatnák be, hogy akkor hogyan célszerű valamit megjavítani, vagy hogyan varjunk vissza egy gombot, vagy éppen hogyan cseréljünk cipzárt. Tehát, hogy ez lenne az igazán fenntartható. Szóval én igazából mindenkinek azt javaslom, hogy, hogy ne foglalkozzon ezzel ennyit, hogy, hogy fenntartatóan öltözködjön, hanem vegye fel azt, amiben jól érzi magát, ami szeret, és arra vigyázzon. És ne feltétlenül fektessen ebbe óriási kutató munkát, hogy akkor ő most a legfenntartatóbban működő a számára leginkább elérhető márkát megtalálja, hanem csak viselje azt, amilyen van. Nagyon sok minden, amit mondtál, az a tartósághoz kapcsolódik. És akkor felmerült bennem, hogy egyébként, amire mondjuk közvetlenül lehet befolyásunk, hogy milyen anyagú ruhát veszünk, van-e ennek egyébként jelentősége? Tartósabb -e például most mondok valamit az állati eredetű, tehát például a gyapjúval készült ruha, vagy igazából ennek nem nagyon van jelentősége? Ennek van jelentősége, viszont az is nagyon fontos, hogy, hogy nem minden poliészter ugyanolyan például, ami egy szintetikus szál, mert ő, alapvetően ugye, amikor a, a szintetikus szálakat behozták a, a divatiparba, akkor annak ugye nagyon sok előnye volt, és van is a mai napig. Tehát, hogy kevésbé gyűrődnek ezek a termékek, könnyebben kimoshatóak. Most nem, nem hinném, hogy szeretnéd, hogy nagyon milyen belemenjek a, a szálszerkezetbe, hogy a kosz hogyan tud megtapadni. Szóval, hogy alapvetően egyszerűbben, könnyebben kezelhetőek azok a ruhák, amik úgy, úgynevezett kevert szálas termékek, tehát mondjuk például egy póló esetében ötvözik a pamutot és a poliésztert, tehát hogy van egy, egy ilyen ö, vetülete is ennek. Nyilván most, hogy benne vagyunk a nyárban, azért ez nagyon fontos, hogy a természetes eredetű szállasanyagok sokkal kényelmesebb viseletet nyújtanak, hogyha valami 100% pamutból készül, vagy éppen lemvászomból, vagy kenderből, tehát hogy ezeket viselni sokkal kényelmesebb érzés, mert mondjuk azt az izzadságot is, amit, amit óhatatlanul kézadunk, sokkal egyszerűbben magukba szívják ugye a szálszerkezetből adódóan, még ugye egy, egy műszál, szintetikus alapanyagokból készült termékben sokkal inkább azt érezzük, hogy bele hogy belesülünk. Viszont az is nagyon fontos, hogy nem feltétlenül tudjuk tökéletesen kikerülni a szintetikus szálakat, amik ugye alapvetően kőolajszármazékok, származékok és a vegyipar biztosítja ügye az iparágnak, mert a funkcionális sportruházatoknál elengedhetetlen. Viszont már vannak annyira új generációs szálak, amik még ennek ellenére is, hogy, hogy szintetikus alapanyagból készülnek, tudják biztosítani azt a komfortot, amire mondjuk sportolás közben szükségünk van. De hogy akkor, ha jól veszem ki a szavaitból, azért érdemes törekedni arra, hogy természetes alapanyagokból készült ruhákat hordjunk, és ahol meg elkerülhetetlen, ott pedig a műszálast tudjuk választani. Ez így van, érdemes keresni a, a természetes eredetű anyagokat, így a, a pamutot, a lemvásznat, a kendert. Én egyébként a, a valódi bőrnek vagyok a híve, tehát hogy sokkal, sokkal tartósabb tud lenni, mint a műbőr, vagy, vagy, vagy mint egy olyan anyag, amit, amit így vegánbőrként próbálnak eladni, mert az is nagyon fontos, hogy tudják az emberek, hogy nagyon sok esetben, amikor van, valamit vegánbőrként címkéznek fel, vagy próbálnak nekünk eladni, az igazából műbőr. És egy műbőr nem rendelkezik nagyon sok esetben ugyanazokkal a tulajdonságokkal, mint egy valódi bőr. Tehát, hogy szerintem, akinek volt már, vagy van műbőr kabátja, biztos, hogy szembesült azzal, hogy hogy például a vállán, ahol a táskapántja dörzsöli, vagy, vagy a hátán, vagy az oldalán, hogy egyszerűen elkezdett szétmállani az anyag, és mert se a nagyon meleget, se a nagyon hideget sem bírják ezek az anyagok. Tehát egy, egy valódi bőr az egy sokkal öm, hosszabb élettartalmú opció tud lenni, ha meg mondjuk másodkézből szerezzük be, akkor meg pláne. És egyébként, hogyha valaki tartós ruhákat akar vásárolni magának, akkor mit érdemes megfontolni, illetve mit érdemes keresnie, drágább ruhákat kell választania, vagy egyébként az olcsóbb termék kategóriában is meg tudja találni azokat a modelleket, vagy azokat a darabokat, amiket ugye a címkén jelölteknek megfelelően tartja karban, mossa, tisztítja, akkor, akkor hosszan tudja használni. Szerintem egyáltalán nincs arról szó, hogy minél drágább egy termék, annál jobb minőségű. Tehát, hogy aki teljesen átlagos keresettel rendelkezik, az sincs elvágva attól, hogy, hogy olyan ruhákat tudjon vásárolni, még sokáig az életének, a, meg a hétköznapjainak a részévé váljanak. Tehát, hogy nem feltétlenül jár együtt kéz a kézben a kettő, a, az ár és a minőség. Úgyhogy ö, tényleg a, érdemes azt megnézni, hogy akár melyik az a márka, amelyik amelyiknek olyan szabással rendelkeznek a termékei, amik például ránk jók, és mondjuk jól érezzük benne magunkat, mert ez is nagyon fontos, hogyha valaminél érezzük, hogy nem áll olyan jól, akkor azt, azt nem fogjuk annyiszor viselni. És az is nagyon fontos, hogy, hogy viszont ennek érdemes egy picit beleolvasnunk magunkat, hogy milyen gyakran is, hogyan célszerű mosni, mert az is abszolút elterjedt gyakorlat, hogy sokkal gyakrabban mosunk ki valamint, valamit, mint amire szükség lenne. És ö, nagyon sokszor például egy, egy ruhánál elég, ha kiakasztjuk, és mondjuk kiszelőzik, vagy hogyha akár a nadrág szárán van egy kis folt, akkor csak azt a foltot mossuk ki, mert rengeteg vizet tudunk megsporolni ezzel, ami, amit ugye nem a mi vízszemlánknál fog megjelenni, hanem, hanem ezt így meg, megsporolja a, a háztartás. És egyébként az is elterjedt gyakorlat, hogy jobban magasabb hőfokon mosunk, mint amin egyébként kellene, vagy legalábbis én ezt tapasztalom, illetve ilyeneket olvastam korábban. Viszont ö, még egy nagyon fontos kérdéskör van, azt hiszem, hogy és zárásul beszélhetnénk erről, ez pedig a second hand vagy, vagy ö, használt ruhák kérdése. Ugye, amikor olyan ruhákat vásárolunk, amik valaki már hordoz, vagy adott esetben még nem hordott, hiszen egyébként a turkálókban is találni, ahogy ugye régen neveztük őket, olyan darabokat, ami még rajta van az eredeti árcímke. Hogy ezekről mit gondolsz, ez egy jó megoldása? A arra, hogy fenntarthatóban öltözködjünk, vagy vannak egyébként ennek is hátulütői vagy árnyoldalai? Azt gondolom, hogy mindennek vannak előnyei és hátrányai. Tehát, hogy nincs olyan megoldás, ami, ami tökéletes lenne, vagy, vagy ami, ami, ne járna valamilyen trade-off-val, valamilyen átváltással. Az mindenképpen fenntartatóbb, hogyha nem új terméket veszünk, hanem, hanem másodkézből szerzünk be. Mert ahogy mondtad is, rengeteg olyan termék van, ami, ami, ami még az eredeti címke, az eredeti árával rajta van, vagy éppen megvette valaki, de nem tetszett neki, volt egy hasonló, nem viselte, és kikötött mondjuk egy használt ruhaüzletben. Viszont az is nagyon fontos, hogy ez azért nem feltétlenül jelzi azt a ruházati cégeknek, hogy gyártsanak kevesebbet tehát, hogy itt nagyon sokszor ezt, ezt összekötik a kommunikációban, hogy, hogy ezzel ugye azt üzenjük a cégeknek, hogy, hogy elég nekünk az, ami másodkézből van, de ez nem feltétlenül van így, és az is nagyon fontos, hogy, hogy alapvetően az iparág sokkal több ruházati terméket gyárt, mint aminek van igazából felvőpiac, még úgy is, hogy hatalmas a túlfogyasztás. És ami még szintén fontos szerintem a, a használt ruhákkal kapcsolatban, hogy... Nagyon sokan a, a használt ruháknál is beleesnek abba a hibába, hogy túlfogyasztanak. Mert itt is csábító az, hogy egyedi, elérhető az ára, és, és ugyanúgy, ahogy mondjuk egy fast fashion üzletben túlfogyasztanának, túlfogyasztanak a használt ruhaüzletben. És akkor itt végső soron a, ugyanúgy nem talál egy, egy olyan szeretőgazdára az a ruhadarab, aki amit ugye sokáig viselnek, hanem itt is vagy az van, hogy áll a szekrényünkben, vagy az van, hogy előbb-utóbb megszabadulunk tőle. Tehát, hogy nagyon fontos szerintem a, a, tudatosság, és, és azt, hogy gondoljuk át, hogy mire van szükségünk, mert tényleg nagyon könnyű átesni a, a, ló túloldalára. Arról nem is beszélve, hogy, hogy a használt ruhának van egy ilyen árnyoldala is, hogy rengeteg olyan, olyan használt ruha van, amit tényleg már sehol nem tudnak eladni, és nagyon sokszor ugye fejlődő országokban Importálják ezeket a termékeket, és ott is már ő, rengeteg ilyen ő, hírlátott napvilágot, tényleg ő, Gánában is, meg, meg Csillében is, az Atakama sivatagot is, abszolút példaként szokták erre hozni, és ugye Akrát is ő, Gánában, hogy gyakorlatilag hegyeket képeznek ezek a, ezek a használt ruhák, amiket már így tényleg az egész világot körbejárták, és már tényleg senki sehol nem tudott eladni és mondjuk ott gyulladnak meg alkalomattán, mert mondjuk még szennyezettek is, mondjuk még így metán is keletkezik egy-egy ilyen ruhahegynek a gyomrában, és mondjuk ezekben az országokban lehet, hogy nem is olyan fejlett igazából a hulladékkezelés, hogy, hogy, hogy ezzel ugye fel tudják egyetlen venni a versenyt, hogy tényleg naponta több ezer tonna használt ruhát öntenek gyakorlatilag ezekbe az országokba. Köszönöm szépen. A mai adásban Dobos Emesével a Hunren KRTK Világgazdasági Kutatóintézet munkatársával beszélgettünk a divatipar fenntarthatósági kihívásairól. Köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő újra érkezünk, addig is sziasztok!